Itt vagyunk Karcagon az Akácos úton, Molnár Pált, a Városgondnokság vezetőjét kérdezzük, milyen munkálatok kezdődtek most meg itt a város határában. Mögöttünk látható egy éppen szántás alatt lévő terület, amelyen egy-két évvel ezelőtt még egy nyár erdő díszlett, de az önkormányzat úgy, hogy rendelkezik 100 hektár erdőterülettel, ennek egy szigorú üzemterme van, és az üzemterv szerint ezt az erdő részletet tarvágással le kellett vágni, és utána újra kell telepíteni. Ennek a telepítésnek a talaj előkészítési munkálatai folynak. Tavasszal történt meg a tarvágás, akkor letermeltük az erdőt, a fát részben értékesítettük, részben betároltuk, majd a tuskókat kiszedtük egy tuskó kiszedőgéppel, elvégeztük azokat a talajelőkészítés megelőző munkálatokat, amelyeket ilyenkor el kell végezni, hát itt nagyon sok kézi munkaerőt is igénybe kellett venni, de szerencsére most ősszel odáig jutottunk már, hogy föl tudjuk szántani a területet, elmunkáljuk még egy tárcsás elmunkálással majd a szántást, és utána kezdődhet a telepítés. Csemetéket honnan tudják biztosítani? Azt erdőgazdaságokból és vállalkozóktól tudjuk megvásárolni, akik ezzel foglalkoznak, erre vannak szakosítva. Az ország különböző részeiről tudjuk beszerezni, természetesen árérték arányban mindig a legkedvezőbbet választjuk ki, de itt a mögöttünk található 1,6 hektáros erdőbe tölgy telepítés fog majd megtörténni, ami bízunk benne, hogy 50-60, akár 80 évig is szépen fog díszleni. Most az erdőtelepítés milyen forrásból tud megvalósulni? Az erdőtelepítésre erre külön pályázati forrás nincs, itt abból kell finanszírozni az erdőnek az újratelepítését, ami bevételt realizálni tudunk a letermelt fából. Elegendő pénzt szokott kitermelni az erdő ahhoz, hogy újra tudjuk telepíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.